szerint nem. Nem kárhozhat el a hívő ember, s nem eshet ki a kegyelemből. Akármelyik álláspontot vallja valaki, annak súlyos következményei vannak az egyéni hívő életünkben, a lelki gondozásban, a bizonyságtételeinkben és ige szolgálatainkban is. Talán még több hívő testvér van, akinek a kérdés szenvedést is okoz, vagy okozott. Talán megkísértettek már többen azzal a gondolattal, hogy te kiestél az Isten kegyelméből, nem térhetsz vissza hozzá, te menthetetlen vagy, el fogsz kárhozni. Tapasztalataim szerint egészen a kétségbeesésbe kergethet a sátán ezekkel a gondolatokkal hívő testvéreket. Tehát van, akinek az előadásunk címébe feltett kérdés fejtörést okoz, van, ahol vitákat gerjeszt, és van, akinek szenved ezek miatt. Mindnyájunknak segítség lehet a mai előadás, mert a fejtörő testvéreknek is eligazítást adhat, azoknak is vigasztalást és erősítést jelenthet, akik súlyos kísértéseket szenvedtek, mert üdvösségüket nem látták, vagy nem látják biztosnak, és a közösségekben zajló vitákat is segíthet az előadás hívő emberekhez méltóan lezárni. A Szentírás alapján azt kell mondanunk, hogy egy olyan ember, akit Isten újonnan szült, a kegyelmi állapotát vagy üdvösségét nem veszítheti el többé. Egyszerűen fogalmazva, egy újonnan szült ember a kegyelemből nem eshet ki, az üdvösségét nem veszítheti el, nem kárhozhat el. Ezt az állítást, ami a ma esti előadásnak a fő tétele, számos igehely támasztja alá. Ezeket az igehelyeket négy csoportba rendszerezve kívánom a testvérek elé tárni. Az első csoport. Azok az igék tartoznak ide, melyek Isten üdvözítő határozatáról szólnak. Először szeretném itt aláhúzni, hogy amit Isten elgondol, illetve elhatároz, azt ő véghez viszi. Megesküdt a seregek ura, mondván, úgy lesz, amint elgondoltam, úgy megy végbe, amint elhatároztam. Ézsaiás 14:24. Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És amit megkíván a lelke, azt meg is teszi. Jób 23:13. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Róma 11:29. Ezek az ígék, de sok más ige is aláhúzza ezt az első gondolatot, hogy amit Isten elhatároz, akar, azt ő véghez is viszi. Ezek alapján, ha Isten például elhatározta azt, eldöntötte azt, hogy bizonyos embereket üdvözít, akkor azokat az embereket ő üdvözíteni is fogja, mert amit ő elhatározott, azt feltétlenül véghez is viszi. Ennek megfelelően így ír Pál apostol a Római Levél 8. részében, 35. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszban, de aki jegyzetel fölírhatja akár az egész 8. részt.
Én csak a jelzett igeverseket olvasom. A Szentlélek Pál apostolon keresztül így szól. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szerelmétől? Meg vagyok róla győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, ami van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tehát Pál apostol feltesz egy kérdést. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szerelmétől? Erre a kérdésre válaszol. És válasza logikus, hiszen korábban a 29. és 30. versekben ezt írta, mert akiket Isten eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képéhez hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. És folytatja, akiket pedig eleve rendel, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Vagyis mindazokkal kapcsolatban, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre, érvényesül az a sorrend, amit a nevezett igehelyen Pál apostolon keresztül a Szentlélek elénk ad. Semmi kétséget nem hagy a Szentírás ezen a helyen afelől, hogy akit az Úr elrendelt, illetve kiválasztott az üdvösségre, azt ő elhívja, akit elhív, azt megigazítja, akit megigazít, azt meg is dicsőíti, vagyis örök élettel ajándékozza meg. Ellenvetést lehet tenni, illetve szoktak tenni hívő testvérek, mondván, igen, ez igaz, de csak addig, amíg hiszünk, mert a hitetlenség elválaszt minket Isten szerelmétől. Erre a következő választ adhatnám, vajon a hitetlenség nem tartozik-e bele az élet vagy halál kategóriájába, amit Pál itt ezenben az idézett igehelyben említ. Ha nem a halálhoz, bizonyára az élethez sorolható a hitetlenség. Vagy nem sorolható bele a hitetlenség a jelenvalók és következendők kategóriájába, amit ugyancsak ezekben a versekben említ az apostol. Inkább a jelenvalókhoz tudnánk kapcsolni a hitetlenséget, hiszen az jelenvaló probléma. De hát sem az egyik, sem az élet kategóriájába tartozó dolgok, sem a jelenvaló dolgok kategóriájába tartozó dolgok nem szakíthatnak el bennünket Isten szerelmétől. Tanácsoljam továbbá, hogy akik még mindig nem tudnak megnyugodni ennek az igének egyértelműségében, azok olvassák el figyelmesen Pál négy kérdését, amit a nevezett ige helyen feltesz. Először azt kérdezi az apostol, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Válaszol rá, aki a fiát odaadta, értünk, vele együtt mindent nekünk adott. Második kérdés. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít, mondja. Ez többféle értelemben is lehet fölfogni, lehet talán kérdésnek is értelmezni, csodálkozó kérdésnek. Isten, aki megigazít? Ő lenne az, aki vádolja az ő választottait? Esetleg ironikus megjegyzésnek is értelmezhetnénk, pont az, aki igaznak nyilvánította őket, most pont az vádolná őket, akkor minek mentette föl? A
harmadik kérdés, kicsoda az, aki kárhoztat? Erre válaszol az apostol, és azt mondja, Krisztus, aki meghalt és feltámadt, esedezik érettük. Ő kárhoztat, aki esedezik érettük, aki odaadta az életét értünk, aki legyőzte a halált, ő lenne az, aki kárhoztat bennünket. És a negyedik kérdés, kicsoda szakíthat el Krisztus szerelmétől? És felsorol elég sok mindent ott az apostol, olvassák a testvéret, a nyomorúságot, éhséget, szorongattatást, és utána jön ebbe, utána érkezik ez a diadalmas felkiáltáshoz, hogy senki és semmi. Végignéz az egész teremtett világon, a látható világon és a láthatatlan világon, és azt mondja, hogy nincs az égvilágon semmi, ami Isten választotta itt tőle, az örök élettől, az üdvösségtől elszakíthatná. A másik textus, amiről itt meg kell emlékezni, János evangéliumában található, a 10. rész 27. és 30. verseiben. Ott az Úr Jézus Krisztus mondja a következőket. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat nékem adta, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Azoknak az embereknek, akik az ítélet napján így szólnak majd Jézus Krisztushoz, Uram, Uram, nem a te nevedben tettük-e ezt vagy azt? Ezeknek azt válaszolja majd Jézus, soha nem ismertelek benneteket. Máté 7.23. A juhairól Jézus azt mondja a felolvasott ige helyen, ismerem őket. Ismerem őket. Feltételezhetjük-e azt, hogy akiről egyszer Jézus Krisztus azt mondta, ismerem, mint az én juhomat. Ugyanaz a Jézus, ugyanerről a juháról, később pontosan az ellenkezőjét állítja, és azt mondja neki, hogy soha nem ismertelek téged. Mindjárt tudjuk erre a választ. Jézus Krisztus szavai egyértelműek, azt mondja, hogy az én kezemből, illetve aztán azt mondja, hogy az én atyám kezéből senki ki nem ragadhatja az én juhaimat. Senki. És még egyet mond, az atyának a kezéről mondja, illetve az atyáról mondja, hogy az atya mindeneknél hatalmasabb. Ahhoz, hogy valaki az ő kezéből kiragadhasson egy juhocskát, ahhoz még Istennél is nagyobbnak kellene lennie, annak a valakinek vagy valaminek. Hogyha valaki ezek után még mindig azt mondja, hogy hitetlenség által, igenis a hívők kiragadhatják magukat Isten kezéből, akkor az ilyen hívő testvérek már nem is az ígét magyarázzák, hanem cáfolni igyekeznek Isten eléggé egyértelmű beszédét, mint egy Istent is lekicsinyítik, magukat pedig fölnagyítják. Ez nem helyén való dolog. A János evangélium a 10. rész 27. és 30. verséhez írja az egyik magyarázó, a keresztjén hit legdrágább igazságaihoz tartozik, hogy az elnyert örök élet nem a mi sokszor gyengécske Krisztushoz való ragaszkodásunkon múlik, hanem azon, hogy ő erősen átölelve tart bennünket. Térjünk most a következő ige csoportra. Ez a második főpont, azok kedvéért mondom, akik jegyzetelnek. Jézus Krisztus közvetítő szerepe a választottak üdvösségében. Az
első ige hely, amit itt szeretnék megemlíteni, a Zsidó 10:14. Itt ezt olvassuk. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. A zsidókhoz írt levél írója szembeállítja az Úr Jézus Krisztus egyszeri áldozatát az ószövetségi, újra és újra megismétlésre szoruló áldozatokkal. Egy izraelita soha nem mondhatta, hogy egyetlen egy áldozat által helyre jött a kapcsolata Istennel. Izrael papjai ezért soha nem nyugodtak meg, hanem szüntelenül szolgáltak. Jézus Krisztus áldozata után azonban Isten akaratából, idézett a Zsidó 10:10-ből, egyszer s mindenkorra megszenteltettünk Jézus Krisztus testének megáldoztatása által. Milyen időszakra tétettek szenté, tökéletesekké a hívők? Ideiglenesen? Van valami idői megszorítás, hogy addig, amíg hisznek, vagy engedelmesek? Nem. Hanem azt mondja, hogy örökre. Egyszer s mindenkorra. Akik szentekké, tökéletesekké tétettek, azok az emberek az üdvösség örökösei. Aki azt mondja, hogy a megszentelt emberek, a szentek, így is fogalmazhatom, kieshetnek a kegyelemből, elveszíthetik a nekik tulajdonított tökéletességüket, azok egyrészt Jézus Krisztus áldozatát egy szintre teszik az ótestamentumi áldozatokkal. Ez, hogy finoman fejezzem ki magam, Jézus áldozatának a leértékelése. Másrészt az olyan hívők, akik azt mondják, hogy a szentek elveszthetik ezt a nekik tulajdonított szentséget, illetve tökéletességet. Az ilyen hívőknek érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen elképzeléseik vannak a bűnös ember megmentéséről. Egy híres amerikai evangélizátor, Ironside írta: amikor megtértem, úgy gondoltam, hogy Isten most mindazokat a bűneimet megbocsátotta, melyeket attól az időponttól fogva, hogy felelősnek tekint a tetteimért, egészen addig az időpontig, amikor Jézusra bíztam életemet, elkövettem. Isten most megengedi nekem, hogy új lapot kezdjek, és ha kapott tiszta lapot életem végéig tisztán megőrzöm, akkor a mennybe jutok. Ha azonban nem őrzöm meg tisztán, akkor nem leszek többé keresztjén, és megint meg kell térnem. Valahányszor megtérek, múltam Jézus Krisztus vére alá kerül, de a jövőre nézve kötelességem, hogy a kapott tiszta lapot tisztán tartsam. Ehhez aztán később hozzáfűzi: micsoda Istent megszégyenítő elképzelés volt ez a megváltásról. Jézus Krisztus tehát az ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Nem csak egy időre. A másik, amit még Jézus Krisztussal kapcsolatban meg kell fontolnunk, az ő mennybe menetele utáni főpapi közben járó tevékenysége. Az ő közben járói tevékenysége úgy mondjuk, hogy állandóan hatásos, vagy állandóan eredményes. Amikor a Gecsemáné kertben imádkozott, és közben járt az övéért, az ő imádságáért meghallgattatott. Ő mindig meghallgattatott az ő Isten félelmét, hogy olvassuk az írásban. Az ő közben járó imádsága, tevékenysége állandóan meghallgatásra talál az Atyánál. Nos, Isten először is gondoskodott arról, hogy Jézus Krisztus vére élete által megváltsa a választottait. Jézus Krisztus feltámadása éppen azt bizonyítja,
hogy Isten elfogadta az ő áldozatát. De ehhez az áldozathoz, amit az Úr Jézus bemutatott, elválaszthatatlanul hozzátartozik az, hogy feltámadt és mennybe ment, és azóta közben jár az ő megváltottaiért. Róma 5:8-10, Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, itt jön a fontos, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk az Istennel, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Tehát az élő Jézus Krisztus, hogy így mondjam, megtartja az övéit. Megtartja, megőrzi az övéit maga mellett. Megőrzi őket az üdvösségre. Feltámadott Urunknak mostani munkája megváltottai örök életének a biztosítéka. A zsidókhoz írt levél 7. rész 25. versében ezt olvassuk, ennek okáért ő, tudnélik Jézus, mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Ez a főpapi közbenjárása az övéiért, újra mondom, állandóan meghallgatásra talál, állandóan eredményes. Tehát az Úr Jézus Krisztus áldozata biztosítéka az ő gyermekei üdvösségének. És ha ez nem lenne elég, ő még mint egy közbe is jár érettük, hogy megmaradjanak a kegyelemben, hogy megmaradjanak az üdvösségben, és ne veszítsék el azt, amit maga Jézus szerzett meg nekik. A harmadik fő pontocskánk Isten megőrző hatalma címet viseli. Ahogyan láttuk az eddigiekben, a választottak örök üdvösségének alapja Isten akarata. Jézus Krisztus áldozata, szüntelen ható közbenjárói tevékenysége, és a kegyelemben való megmaradásunk következő indoka Isten minden hatósága. Azt jelenti ez, hogy neki mindenre van hatalma. Ő eléggé hatalmas. Elég hatalmas ahhoz, hogy megtegye, amit akar. Ezért mondja Pál a 2 Timóteus 1:12-ben, tudom, kinek hittem. És biztos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra. Van neki hatalma hozzá, képes arra, hogy megőrizze az embereknek a lelkét. Aztán az 1 Péter 1:5-ben is hasonló értelmű ígét olvasunk, ott megint csak a választottakkal kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy ők azok, akiket Isten hatalma őriz az üdvösségre. Amely üdvösségről azt mondja ugyanitt előbb Péter apostol, hogy fenn van tartva a számunkra a mennyben. Mert arra szült újonnan minket Isten, hogy azt örököljük. Tehát Isten akarata mellett Jézus Krisztus áldozata és szüntelen hatásos közbenjárói tevékenysége mellett az ő megőrző hatalma is, a kegyelemben való megmaradásunk biztosítéka. A 4. ígecsoport, az újonnan születés, a kegyelemben való megmaradás biztosítéka. Az újonnan születés során a hívők lényében titokzatos változtatást visz véghez Isten lelke. Az újonnan szült ember Istennek egy új teremtménye. Ha valaki Jézus Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden, mondja a 2 Korintus 5:17-ben Pál apostol. Az újonnan születés során a hívő ember lelkileg megelevenedett. Életet nyert, aki korábban
a bűneiben halott volt. Ez az élet, amit megnyert az újonnan születéskor a hívő, nem csak hogy új élet, hanem örök élet is. Örök élet. Jézus mondja János 10:28-ban, hogy én örök életet adok az én juhaimnak, és soha örökké nem vesznek el. Az újonnan születés során az ember lényében tehát egy radikális, természet fölötti eredetű, Istentől származó változás történik meg. Megtörténik a lélek megelevenítése, új életet kap az ember, de ez az új élet egyenlő az örök élettel. Fontos megértenünk itt, hogy az örök élet nem hasonlítható egy ajándék tárgyhoz, amit mi ide-oda viszünk magunkkal. Például kaptam egy tollat valakitől, ami itt van a zsebembe. Ezt én viszem ide-oda, de vigyáznom kell rá, nehogy elveszítsem, ezért vissza is teszem. Az örök élet nem egy ilyen ajándék tárgy, amit nekünk Isten odaadott, hogy mint egy vigyázzunk rá, nehogy elveszítsük, vagy ellopja esetleg tőlünk valaki. Sokan így gondolják az örök életet, de ez nem teljesen helyén való. Az örök élet inkább egy új létezés. Új létforma. Nagyon nehezen tudom ezt kifejezni, de jobban, mint hogy kifejeztem, nem tudom kifejezni. Az újonnan születésben kapott új létformánk, új létezésünk az örök élet. Jézus mondja János 5:24-ben, hogy aki hisz ő benne, illetve hisz az atyának, aki őt elküldte, annak örök élete van, az ilyen ember átment a halálból az életre. Ez az új létezésünk, új életünk, új létformánk, amit kaptunk, ez az örök élet. Az örök életet kaptuk tehát. Vagyis egy olyan életet, aminek se kezdete, se vége nincsen. Ezzel kapcsolatban nem az a kérdés, hogy elveszíthető-e, hanem az a kérdésünk, hogy meghalhat-e. Meghalhat-e. Meghalhat-e bennünk az örök élet, amit kaptunk? Elveszíthető-e az az új létformánk, amit az újonnan születéskor Isten teremtett? Nyilvánvaló, hogy nem lehetséges ez. Hadd idézzem fel a 2 Korintus 5:17-et újra. Ha valaki Jézus Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. És hadd idézem még az 1 János 5:11-et is, ahol a következőt olvassuk. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő. Fiában van. Ez az élet az ő fiában van. Krisztus élete a mi életünk. Meghalhat-e bennünk az örök élet, amit mi kaptunk az újonnan születéskor? Ha meghalhat, akkor azt jelenti, hogy Krisztus maga is meghalhat. Az élet az ő fiában van. Ez az élet az ő fiában van. Krisztus élete a mi életünk. Meghalhat-e bennünk az örök élet, amit mi kaptunk az újonnan születéskor? Ha meghalhat, akkor azt jelenti, hogy Krisztus maga is meghalhat. De ez egy értelmetlenség. Olyan jó lenne ezt átgondolni a testvéreknek is, még alaposabban,
kérve Isten világosságát, hogy oszlassa el a mi gondolni, a testvéreknek is még alaposabban, kérve Isten világosságát, hogy oszlassa el, ami még nem tiszta, nem egészen világos ebben. Remélem, hogy sikerült érthetően elmagyaráznom a testvéreknek ezt a titkot is. Az újonnan születés tehát a kegyelemben való megmaradásunknak a biztosítéka. Végül zárójelbe teszem az 5. pontot. Ha fennállna annak a lehetősége, hogy egy hívő ember kieshet a kegyelemből, akkor tulajdonképpen senki nem mondhatná teljes bizonyossággal azt, hogy ő üdvözülni fog. A Szentírás mégis elénk ad legalább 3 dolgot, amit mi biztosan tudhatunk. Az egyik az, amit Jób mondott, Jób 19.25, tudom, az én megváltóm él. A másik, amit a Róma 8.28-ban olvasunk, tudjuk, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. És a harmadik, tudjuk, hogyha ez a mi földi porsátorunk elbomlik, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló sátrunk, testünk, új testünk a mennyben. Tudjuk. Ezt a kifejezésmódot senki nem használhatja, aki azt az álláspontot képviseli, hogy a hívők kieshetnek a kegyelemből és elkárhozhatnak. Ez már önmagában is jelzi ennek az álláspontnak a tarthatatlanságát. Befejezem most azzal, hogy mielőtt elkezdenénk sorolni az igen, de kezdetű kérdéseinket, melyeknek van jogalapja természetesen, szeretném megkérdezni a testvérektől, hogy az idézett igehelyek kellően bizonyítják-e azt, hogy a hívők nem eshetnek ki a kegyelemből. Az én meggyőződésem az, hogy igen. Én magam is ezeken az igéken nyugszom, és ezek miatt van üdvbizonyosságom. És tudom, hogy mások is így vannak ezzel, mert látom, hogy bólogatnak is még jó páran. Tanulmányozzuk ezeket az igehelyeket, amiket fölírtak a testvérek is, imádságos szívvel, és engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk általuk. Valakivel beszélgettem, és az olyan gyorsan túllépett ezeken az általa most felsorolt legalapvetőbb igehelyeken. Olyan gyorsan átlépett rajtuk, és mindig előjött a kétségeivel, hogy tehát ő milyen bűnös, és Isten biztos elvetette már őt. És olyan nehéz volt rávenni őt arra, hogy de nézd meg, hogy miket mond ezeken a helyeken az írás. Szinte vetett rájuk egy pillantást, és már is átsiklott rajtuk. Nem vette magának azt a fáradtságot, hogy belemélyüljön ezekbe az ígékbe, amiket felsoroltam. És inkább szinte az volt a benyomásom, hogy jobban szereti azt a lelki gyötrelmet és szenvedést, amit átélt, mint hogy időt és erőt szálljon arra, hogy Isten jelenlétében ezeket a felsorolt igehelyeket átvizsgálgatva végre békességet találjon és megnyugodjon. Hát ha valaki kínozni akarja magát, akkor tegye. De ha valaki teljes bizonyosságra akar jutni, és biztos akar lenni az üdvössége felől, akkor a felsorolt igehelyeket újra mondom, kutassa még, mélyüljön még belé, és kérje Isten világosságát, hogy oszlassa el, ami nem teljesen tiszta még. Most szeretnék visszatérni a címben feltett kérdésre. Elkárhozhat-e a hívő ember? Ki lehet-e esni a kegyelemből? Hadd válaszoljak erre most nem én, hanem a János 3.18-ból maga Jézus Krisztus, aki hisz ő benne, el nem kárhozik, s folytatta, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Köszönöm szépen a figyelmüket!
akkor kérjük azokat, akik